Kedves testvérek, kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat Máté evangéliumának a 27. részénél, és a 45. verstől olvassuk Isten igéjét. Máté evangéliumának a 27. részéből fogjuk olvasni Isten igéjét a 45. verstől. Az ige olvasása után Dobos Péter gyülekezet vezető testvért kérem imádságra mindannyiunk nevében, kérem, hogy majd fáradjon ki a mikrofonhoz. A 45. verstől így hangzik Isten igéje. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, éli, láma szabaktáni. Azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották, ezt így szóltak, Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte, és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. És íme a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste, ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. Amikor pedig a százados, és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek. És így szóltak, bizony, Isten fia volt ez. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked, hogy újra szembesülhetünk bűneinkkel, bűneinkből való szabadulással, azzal a váltsággal, hogy kihoztál bennünket nyomorúságos életünkből. Köszönjük, hogy szabadok lehetünk. Köszönjük, hogy utat készítettél számunkra az Atyához. Dicsőítünk ezért, és most, amikor a kereszt körüli eseményeket újra átéljük, végig gondoljuk, segíts Uram, hogy ott legyen a szívünkben az a szomorúság, hogy miattunk kellett ezt végig szenvedned. De legyen ott az az öröm is, hogy megszabadultunk, hogy életünk van, hogy a te halálod árán üdvösségre mehetünk. Dicsőítünk és áldunk ezért téged, és kérünk most, amikor az ige mellett elcsendesedünk, te adj szót a te szolgálnak az ajkaira, a szívébe, Uram, hogy azt szólja, amit te akarsz ennek a gyülekezetnek mondani. És nekünk pedig adj értő szívet, nyitott szívet, te rád figyelő szívet kegyelmedből. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon sokan a környezetünkben, hogyha beszélgetünk, akkor nem értik nagy pénteket. Nem értik, hogy Jézusnak miért kellett a kereszten meghalnia. Amikor azt mondjuk, hogy érted is meghalt, akkor nem értik, hogy értük, miért kellett volna meghalnia. Hiszen ők olyan jók. Ők igyekeznek jól élni. A héten is volt ilyen beszélgetésem, ahol beszélgettünk arról, hogy mit is jelent ez a húsvét, nagypéntek, feltámadás, megváltás. És ez volt bennem. Nem értik. Nem érti. Mit is jelent? Miért kellett Jézusnak a keresztfára mennie? Különös ez a nagypéntek, mert történelmi távlatból nézve, de még inkább a hit szemüvegén keresztül látva, érti csak meg az ember, hogy mit is jelent. Igazából csak a hívő ember érti, hogy Jézus Krisztus ott a Golgotán, ott nagy pénteken értünk, miattunk és helyettünk szenvedett. Aki átélte, hogy szüksége van megváltásra, hogy szüksége van a bűnei bocsánatára, hogy szüksége van arra, hogy az Istennel élő kapcsolatba kerüljön, csak azt tudja igazán értékelni Jézus Krisztus áldozatát, azokat a szenvedéseket, amelyeket testileg, lelkileg el kellett viselnie. Érettünk, helyettünk, miattunk, csak az érti, aki igazán hisz, aki igazán hiszi, hogy az okkal és céllal történt,
Amikor itt vagyunk nagy pénteken, még lehet, hogy ott van bennünk a virágvasárnapi ünneplő tömeg, és látjuk a Bibliánkban azt a néhány napot, ami alatt megfordul a közhangulat. Jönnek, Jézust elfogják, keresztre feszítik, és itt, amit felolvastunk, ez a szakasz már arról szól, hogy sötétség lesz 12 óra és 3 óra között. Arról szól, hogy Jézus elmondja, hogy milyen bűneink miatt Isten mennyire elveti őt, elfordul tőle, kileheli a lelkét. Arról szól, hogy a nép, amelyik ott jár körülötte, nem ismeri fel őt, hanem egy pogány századosnak és az embereiknek kell kimondani azt a hitvallást, ami a mi hitvallásunk is, bizony Isten fia volt ez. És hiszem, hogy mi, akik itt vagyunk, tovább is mehetünk ennél, mert elmondhatjuk azt, amit Pál apostol elmond a Galatákhoz írott levélben, hogy mi a Jézus Krisztus keresztjével dicsekszünk. Mert az ő halála és váltságműve, ami számunkra egy élő kapcsolatot eredményezett Istennel, egy örök kapcsolatot, egy örök életet adott nekünk. Ma erről szeretnék beszélni 4 pontban. Először is arról, hogy mi az, ami történik ott a kereszten, amikor 3 óra tájban elhangzik Jézus szájából ez: én Istenem, miért hagytál el engemet? Ő, aki bűntelen volt, hordozza bűneinket ott a keresztfán, és azt érzi, egyedül van, nagyon egyedül van. A bűnök így elválasztanak bennünket Istentől, és igazán csak azt tudja ezt, aki már felismerte, hogy mennyire bűnös. Amikor keressük Istent, de a bűneink elválasztanak tőle bennünket, és keressük, kutatjuk, hol vagy, és azt érzi néha a hívő ember, hogy ugyanezt el tudom én is mondani, én Istenem, hol vagy, miért fordultál el tőlem? Csak hogy ilyenkor emlékeztet bennünket ez a történet, hogy Isten nem elhagyott bennünket, hanem Jézus Krisztusban elfogadta azt a tökéletes áldozatot, és megváltottak lehetünk, szabadok lehetünk, jöhetünk az Istenhez, és nem vagyunk többé magányosak. Egyszer megkérdezték az egyik evangélistát, hogy úgy érzem, hogy nem vagyok megváltott. Moody volt ez, a nagy evangélista. És úgy mondták, hogy úgy érzem, hogy abszolút nem vagyok biztos az üdvösségemben, nem vagyok biztos abban, hogy megváltott vagyok. Moody visszakérdezett, hogy miért szerinted Noé a bárkában? Az érzései miatt, vagy a bárka miatt volt biztonságban? Gondolkodott az illető, azt mondta, hát a bárka miatt. Amikor itt vagyunk nagypénteken, amikor itt vagyunk húsvétkor, olyan sokszor az érzéseink eluralkodnak rajtunk. És olyan sokszor, amikor körülnézünk ebben a világban, akkor azt látjuk, hogy az emberek nem tudnak azonosulni velünk, nem értik, nem érzik, mi történt nagypénteken. Nem értik, nem látják Jézust ott a kereszten szenvedni, hogy értük is volt. És ez sokszor úgy bennünket is elbizonytalanít. Vajon tényleg? Vajon úgy volt? Sokan éppen ezért érzéseiktől hajtva olykor-olykor meginognak. De nézzük a tényeket. Nézzük, hogy mi történt ott a kereszten. Miről is szól mindaz, amit felolvastunk. Azt mondja a Bibliánk, és hogyha olvastuk a 27. részt, akkor látjuk, hogy az emberek hogyan reagálnak Jézus Krisztusra. Ott van a kereszten, és mit látnak benne? Elmennek néhányan mellette, és gúnyolják, megvetik. Hát szabadítsa meg magát. Hát ő az, aki azt mondja, hogy majd 3 nap alatt felépíti a templomot. Gúnyolják, megvetik. Pedig ugyanazt a keresztet nézik, amit mi. Az érzéseik, a szívük tompa, zárt. Nem veszik észre a messiást, a megváltót. És mi itt vagyunk, és ugyanazt a keresztet nézzük. És az a kérdés, hogy mit látunk. És meg vagyok győződve arról, hogy mi, amikor a keresztre nézünk, akkor azt látjuk, hogy Jézus ott érettünk, helyettünk, és miattunk szenvedett. És ez nem érzés kérdése. Ez tények dolga. És nem szabad, hogy megingassanak ebben bennünket. És amikor nézik Jézust a kereszten, akkor sokan azt látják,
győztünk ezt a prófétát, ezt a rabbit, ezt a mestert tanaival együtt a keresztre feszítettük, és a követői majd szétszélednek, nem lesz ebből semmi, és némelyek talán ünneplik a saját győzelmüket, és talán ezért is mernek gúnyolódni. Megfeszítettük, legyőztük. Ők is ugyanazt a keresztet nézik, amit mi. És mi mit látunk a kereszten? Ha ránézünk a keresztre, akkor azt látjuk üres. Mert hogy nagy péntek húsvéttal együtt értelmezhető. Mert hogy Jézus Krisztus vállalta a megaláztatást, a szenvedést, olyan mélyre hajolt értünk, hogy megváltson, hogy megőrizzen bennünket, hogy elhívjon, hogy kiválasszon, amilyen mélyre csak lehetett, hogy felemeljen, hogy magához hívjon. És amikor mi ránézünk a keresztre, akkor mit látunk? Én azt látom, hogy a kereszt a mi győzelmünk szimbóluma. Azt látom, hogy amikor körbenézünk, akkor sokan nem értik és nem látják, de mi hisszük és látjuk. Mert a hit által láthatjuk, hogy ezen a keresztfán Jézus elhozta számunkra a győzelmet. A győzelem pedig az, hogy az Isten országába érkezhetünk, élő kapcsolatunk lehet az Istennel. Hiszen erről szól az, hogy a kárpit ketté szakad, hogy jöhetünk az Istenhez, hogy megszólíthatjuk őt, hogy elfogadhatjuk a kegyelmet, a váltságművet. És nagy péntek üzenete pont ez, az Isten a kezdeményező, felülről lefelé szakad ketté a kárpit. Hogy az Isten hajol le az emberhez, és akarja őt megmenteni, akarja őt megszólítani. Ott a kereszten, ami sokak számára megbotránkozás, ami sokak számára a gúnynak a tárgya, de aki hittel nézi az üres keresztet, az láthatja, hogy az Jézus Krisztus győzelméről beszél a halál felett. De ehhez hittel kell arra nézni. És amikor ezt így nézi az ember, és látja azokat a dolgokat, amelyek ott történnek, a természet fölötti dolgokat, a sötétséget, a feltámadásokat, akkor azt mondja, itt valami rendkívüli dolog történik. Itt valami rendkívüli van. És pogány katonák azok, akik kimondják. Bizony, Isten fia volt ez. A pogány katonák, nem a zsidó írástudók, nem a farizeusok, nem a vének, nem a főpap, azok a pogány katonák, bizony, az Isten fia volt ez. És mi, amikor innen sok-sok év távlatából nézzük a nagypénteki eseményeket, nézzük azt, hogy mi történt ott és akkor, és néhány nap múlva majd emlékezünk a feltámadásra, az üres sírra, akkor ugyanezek a kérdések. Nézzük a keresztet, nézzük az üres sírt, és ez lesz a kérdés, ki volt Jézus? Mit hiszünk róla, mit vallunk róla? Gúnyolhatjuk, megvethetjük, ez nem szavakkal, tehetjük ezt tettekkel. Úgyhogy ugyanazt a bűnt újra és újra elkövetjük, hogy nem élünk tanításai szerint. És lehet, hogy közben itt vagyunk. Megtehetjük mi is, kigúnyolhatjuk, úgy teszünk, mintha. Mit mondunk, mit vallunk róla? Olvassuk a sorokat, látjuk az eseményeket, szemünk előtt el is tudjuk képzelni, hogy mit szenvedett értünk. Láthatjuk azokat a természetfeletti dolgokat, amik akkor történtek. És nagypéntek azt kérdezi tőlünk, mi a hitvallásunk? Ki Jézus Krisztus a számunkra? Mit vallunk róla? És kedves testvérek, ez a kérdés, ez nem egy olyan rutinszerűen megválaszolható kérdés. Ennek mély meggyőződésből kell jönnie. A hit tapasztalatából, vagy a hit látásából. Amikor itt vagyunk ezen az ünnepen, vagy húsvéton, és azt mondjuk, igen, látom az eseményeket, látom nagypénteket, látom húsvétot, látom a feltámadást, látom Jézust, és nem kigúnyolom, hanem azt mondom, bizony, Isten fia volt ő. És mit jelenthet ez a számomra? Azt mondja a Galatákhoz írott levél 2. részének 20. verse,
Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Kedves testvérek, nagypéntek kérdése ez. El tudom mondani a levél írójával együtt, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Az egóm, az énem ott van a kereszten. Az óemberem, a bűneim ott vannak. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Meghaltam ennek a világnak, és élek, mert Krisztus él bennem. Azt tud igazán dicsekedni a kereszten. Azt tud igazán megállni nagypénteken. Azt tudja igazán áttélni az ünnepnek a lényegét, aki el tudja ezt a hitvallást mondani. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, a bűneim, a hibáim, a múltam oda van feszítve. És éppen ezért nem én élek, mert én meghaltam ennek a világnak, hanem Krisztus él bennem, azt az életet pedig, amit most ebben a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Mert ha a hitem összekapcsol ezzel a hitvallással, ezt hitből elmondom, akkor enyém az örök élet, enyém a megváltás. És nagypéntek valami egészen más dolgot jelenthet, és nem mehetek el mellette közömbösen. Így legyen. Ne menjünk el nagypéntek mellett közömbösen. Mondjuk el, Krisztussal együtt, keresztre vagyok feszítve, és élek többé nem én, hanem Krisztus él bennem. Így legyen. Amen.